Folyamatosan beszámoltunk nézőinknek arról, hogy milyen programokkal várták a város rendezvény szervezői a lakosokat az elmúlt nehéz időszakban. Hogy most mi a helyzet, arról Szepesi Tiborral fogunk beszélgetni. Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Újra útjára indult a térzene. Erről mit lehet tudni, és milyen rendezvényekre számíthatnak a helyiek? A térzene program a Filharmóniával közös rendezvény, hiszen ők kezdték magát ezt a programsorozatot elindítani, nem csak Karcagon, hanem az ország különböző városaiban, fölfűzve gyakorlatilag egy-egy zenekarnak a fellépését, hiszen egy délután 3-4 helyszínt is érint az a zenekar, aki akár hozzánk is ellátogat. Ugye a vírus időszakában indult, hiszen más lehetőség a tavasz folyamán nem nagyon volt olyan jellegű zene, bemutatókat, koncerteket tartani, ahol nézőket lehet fogadni, és akkor több helyszínen, inkább a lakótelepeket célba véve szerveztük ezeket a rendezvényeket. Később, ahogy enyhült a vírus helyzet, egy helyszínen maradtunk, és egy picit hosszabb lélegzetvételű előadásokat tudtak tartani. Aztán ugye jött a nyári szünet, nyilvánvalóan egy picit kellett pihenni a zenekaroknak is, és hát sajnos, hogy a helyzet az nagyjából ugyanaz, hogy a második hullám ért el bennünket, tehát nagyon nagy rendezvényeket nem lehet, nem célszerű szervezni, hiszen a vírus terjedése az elsősorban közösségekben realizálódik, ezért újra indította a Filharmónia ezt a koncertsorozatot. Mi is azt gondoltuk, hogy természetesen kapcsolódunk ebbe a programba, hiszen egy nagyon jó, nagyon látványos és nagyon élvezhető rendezvényekről van szó. Pénteki napokon kerül megrendezésre, most várhatóan az előzetes tárgyalások alapján legalább 2,5-3 hónapig Karcagon is folyamatos lesz a rendezvény. Péntek délutánonként a 6:30-os előadásban maradunk itt a főtéren, a Filagóriánál. Várunk mindenkit, természetesen a kötelező szabályokat azért mindenképpen célszerű betartani, aki úgy érzi, viseljen maszkot, és hát természetesen a védőtávolság betartása azért mindenképpen kötelező. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen.